Álvalóság plusz alávalóság egyenlő Fidesz. Így reagált Erdei Sándor Zsolt Hollósi András Facebook bejegyzésére, ami szerint korábban a Fidesz-KDNP úgy adta át a József utcai műfüves focipályát, hogy azt mindenki ingyenesen használhatja. A Velünk a Város önkormányzati képviselője szerint korábban éppen a Fidesz tette fizetőssé a pálya használatát, ráadásul mivel az őrzéséről sem gondoskodtak, így annyira tönkrement, hogy a felújítás is szükségessé vált, ami nemrég meg is történt. A műfüves pályát üzemeltető Miskolci Sportcentrum ügyvezetője Híradónknak azt nyilatkozta, a pálya már a kezdetek óta fizetős. Június közepére 11 millió forintból teljesen felújították a József utcai műfüves focipályát. Felszedték és lecserélték a régi műfüvet, új hálót és kaput is felszereltek. A beruházáshoz több mint 3 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat, és a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a Sportcentrum Kft. Is támogatta a fejlesztést. Jelenleg a pályabérleti díja 7000 forintba kerül óránként. Ez a Fidesz-KDNP szóvivője szerint felháborító és méltatlan. Hollósi András július 16-án adott hangot felháborodásának közösségi oldalán, hiszen, mint írja, a Fidesz-KDNP annak idején azzal a szellemiséggel adta át a pályát, hogy azt mindenki ingyenesen használhatja. Álvalóság plusz alávalóság egyenlő Fidesz. Így reagált Erdei Sándor Zsolt, a Velünk a Város önkormányzati képviselője, a Fidesz-KDNP-s politikus bejegyzésére. A Fidesz városvezetése tette fizetőssé ezt a sportpályát, ugyanis 4500-5000 forint volt óránként ennek a használata, amellett, hogy még őrzést sem biztosítottak neki, tehát megfelelően tönkrement ahhoz, hogy nagyszabású felújításra legyen szükség, ami hatalmas pénzbe került, és ennek ellenére képviselő úr azt állítja, hogy mi jogtalanul tettük fizetőssé. A képviselő elmondta, örülnének, ha ingyenesen lehetne biztosítani a sportpályák használatát, de ehhez a kormánynak nem csak a futballklubokra, hanem a közösségi sportra is áldoznia kellene. Erdei Sándor Zsolt hozzátette, a Miskolci önkormányzat a sportpályát felújította, és a védelméről is gondoskodott. A sajtótájékoztató után megkerestük a pályát üzemeltető Miskolci Sportcentrum Kft.-t is. Az ügyvezető elmondta, hogy a pályát évek óta csak térítés ellenében vehetik igénybe a sportolni vágyók. A műfüves futballpálya az korábban is használati díj ellenében volt használható. Ennek a díja korábban 5000 forint volt. A pálya, amikor sok évvel ezelőtt elkészült, ez akkor is az a üzletpolitika szerinti térítési díj ellenében volt igénybe vehető. Magát a pályafelületet és a pályatestet díjmentesen nem lehetett igénybe venni, korábban sem. A használati díj jelenleg 7000 forint, ami magában foglalja a pályahasználatot, a villanyvilágítást, a koordinációs díjat, illetve az öltözők, vizes blokkok és zuhanyzók használatát. Az ügyvezető hozzátette, hogy a pályahasználati díj emelése a felújítás miatt vált indokoltá.